Nos, nézzük akkor a Sertina DS Action Diver 43mm-es Powermatic 80-as kaliberrel ellátott búvár óráját. Nézzük azt, hogy mi az, ami miatt, ami miatt annyira megfogott engem ez az óra. mert megfogott, ez kétségtelen tény. Még pedig azzal, hogy abban a pillanatban, hogy elsőre a kezembe fogtam, azt éreztem, hogy ez egy komoly kidolgozású óra. Ránézésre is a toknak a kidolgozása, a csatnak vagy fémszínnek a kidolgozása, az apró kis részletek, ugye a fémszínnek a kidolgozása, a szemeknek a felülete, amennyire látszik itt is a videóban, élőben egyébként még sokkal látványosabb, vagy ezek a kis félszemek, amivel például könnyebben lehet állítani a, a fém a hosszúságát. Vagy maga a csat. A csatnak is akár csak a belegravírozott szertina logót, hogyha megnézzük. Az is élőben is, de azt hiszem, hogy videóban is átjön, hogy annyira, annyira profi, annyira tisztán, élesen van minden eldolgozva rajta. Akár egy ilyen letörés is itt a, a fém a, a szélén. ezek a kis polírozott rész. Tehát minden kidolgozása, minden apró eleme az órának az tényleg azt mutatja, ezek a nagyon pontos illesztések, minden nagyon szépen, pontosan működik rajta. Tehát az egész, egész óra azt sugalja, hogy ez egy, egy komoly, jó minőségű, tényleg jó minőségben elkészített és jó minőségben összeszerelt óra. A felhasznált anyagok, amiket ennél az óránál használtak, ugye a nevében is benne van DS Action Diver 43mm-es titán. Rajta van a, a számlapon is, ugye a titánium felirat de csak magyarul titánnak. A titánnak a nagy előnye az összes többi fémmel szemben, ugye az, hogy azért mégiscsak egy fém, tehát a, a, a tartósága, a, egyetlen az anyaga, a megjelenése, a, az ellenálló képessége, mindene az, az a fém, viszont ugyanakkor a súlya az pedig szinte műanyagokéhoz közelít, legalábbis 40-50% között van az a, a súlya, mivel könnyebb, mint egy ugyanilyen, órát készítenénk el acéltokkal. Ez a 40-50 ez ugye azért mondok 40 mert jellemzően a japánoknál ez 40 ot szoktak általában megadni a gyárban, hogy 40 kal könnyebb, mint az acél. Ugyanakkor a Szertinának a honlapján például, ahol a toknak a az anyagát részletezik, tehát magát a titániumról szó van. Szerintem a honlapján 50%-ot írnak, tehát valahol az igazság a kettő között lehet. Nyilván titánból is van többféle, valószínűleg ötvözet, vagy pontosan ehhez a részéhez én nem értek, de, de biztos, hogy többféle titán is létezik. Itt a a 50%-ot ír az acélhoz képest, ami tény, hogy megfogod az órát, és és tényleg lényegesen könnyebb, mint egy, egy hasonló méretű acélbúváróra, már pedig a mérete ennek az órának 43 mm, tehát 43 mm az átmérője, és a 43 mm-es átmérő az azt is jelenti, hogy azért ez egy komoly, komoly méretű darab, úgymond. Viszont mivel a vastagsága az 13,1 mm, ezért összességében mégiscsak egy kicsit ilyen, ilyen laposabb top eredményezve, és egy kicsit ilyen, ilyen könnyebb lesz a, a, az egész. Rögtön mutatom, hogy hogy áll kézen egyébként. Tehát ahogy lehet is látni, egyáltalán nem tűnik 43 mm-esnek a, a, az órának az átmérője. Nyilván a 43 mm-t ezt itt mérjük, a korona, a koronavédő, ez a rész az egy picit azért még itt szélesíti az órát, de igazából ha neked ez a 43 mm nagy, akkor a Sertina az megtette azt a, az óra kedvelők, vagy a Sertina kedvelők, vagy a Hoover keresők kedvéért, hogy készített ugyanebből egy 38 mm-es változatot is. Így mutat a 38 mm-es változat a 43 mellett, ugye ez a 43-as, ez pedig a 38-as. Az órának a formája a 38-asban is szinte ugyanaz, de azért nekem legalábbis ez a 43-as az, amelyik, amelyik igazán... Uh, uh, igazán a, 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 búváróra feelinget hozza. 40 mm-es a, a, legkisebb átmérőjű búvárórám, és én nekem az tökéletes, de az alá már nem szeretnék menni. Szóval viszont ha valakinek akkora a csuklója, vagy nem szeretné egy nagyobb darabot, de szereti a 300 méteres vízállóságot például, ami ennél az óránál is van, és ráadásul ez a 300 méter, ez ugye divers 300 méter, vagyis megfelel a, a 2018-as ISO 6425-ös szabványnak, tehát egy komoly valódi mértékű vízállóság. Szóval, hogyha valaki, valaki ilyet szeretne, de mégsem akar 43 mm-es órát, mert az neki már nagy, annak ellenére, hogy a súly egyébként pedig abszolút könnyen és kényelmesen viselhetővé teszi. Szóval, hogyha ha kisebbet szeretnél, akkor az is van, és ha 43 mm-es szeretnél, akkor az is van, tehát nem azt csinálta a Sertina, hogy oké, okay, 43 mm-es megy, eddig ez volt a divat, eddig egyre nagyobbak lettek az órák, most pedig az a divat, hogy kisebb lesz, akkor egyre kisebbek lesznek, hanem megmaradt a 43 mm-es is azoknak, mint például én, aki a nagyobb méreteket bírja a órákba, és a, illetve belépett a, a, a 38 mm-es méret is, és így összességében gyakorlatilag bárki megtalálhatja azt, ami, ami neki a, a, a kedves. Nézzük azt, hogy mit árul el magáról a Sertina DS Action Diver 43 mm-es változata a számlapján. Ugye ez a fekete számlapos változat luminovával van kitöltve az összes index, a mutatók, illetve a másodperc mutatónak ez az úgynevezett nyalókás része, ez a kis pötty, ami gyakorlatilag azt segíti, hogy sötétben lehet látni, hogy hol jár éppen a másodperc mutató, ha esetleg ez fontos lenne. Ezen kívül ugye a narancssárga, fekete magának az órának az alapszíne, tehát fekete a számlap, narancssárgák az indexek, narancssárga a mutató. Egy ilyen egészen tört narancssárga, de akkor is ezt én narancssárgának hívnám. Terrakottától már egy picit szerintem narancssárgásabb, de akár hívhatjuk terrakottának, és csak hogy el tud képzelni, tehát egy ilyen terrakotta cserépnek a, színét kell nagyjából elképzelni élőben. És ugye ezen kívül a kerámia lünettának a, a, ugye ez egy búvár lünetta, tehát egy órás beosztása van amivel vissza lehet számolni ugye az időt, és ennek a kerámia a számjegyei is ugyanebben a színben készülnek. A számjegyek azok nincsenek, illetve ezek az osztások nincsenek kitöltve luminovával, tehát nem foszforeszkálnak a sötétben, viszont itt fönt ez a kis pötty, ami ugye az ISO szerinti Divers 300 méteres vízállóságnak feltétele, hogy ott legyen egy ilyen kis világító pötty, az viszont foszforeszkál. Egy érdekesség és egy Picit következetlenség is, de igazából mégsem, az az, hogy ugye míg az összes mutató és index ezzel a terrakottás narancssárgás színnel készült el, addig a, a kis pötty, ez az egyetlen egy eleme az órán, ami foszforeszkális és mégis fehér eredetileg, de nyilván logikus, hiszen ez egy ilyen szintén ilyen narancssárgás színű háromszögben van benne, ami egy ilyen klasszikus jelzése a nullállásnak a búváró repülőtáján. Úgyhogy összességében valahogy mégiscsak meg kellett oldani, hogy ez, ez ne is olvadjon bele teljesen, de ott legyen, de foszforeszkáljon is. Úgyhogy végül így oldották meg Svájcban. Azért valamennyit gondolkodtak rajta, az látszik. Illetve a közelről megnézzük a, a, az órát, nem tudom, mennyire tudom közel hozni, hogy még éles legyen. Szóval, ha közelről megnézzük az órát, akkor a, a másodperc mutatón levő kis pötty is világosabb, mint a többi. Én megmondom őszintén, ebből a fényben ezt nem fogom tudni eldönteni, hogy ez teljesen fehér, vagy csak inkább világosabb színű. Nekem csak világosabb színűnek tűnik, mint a többi, de azt hiszem, hogy ez igazából nem is fontos. A lényeg az, hogy foszforeszkálnak az indexek, foszforeszkálnak a mutatók, tehát sötétben is jól leolvasható. Egyébként azok az indexek azok rakottak, és mindegy egy picit így fényben mozgatom, akkor látszik, hogy fémkeretes indexek, és ugye belül vannak kitöltve a Luminovával. Mit árul el magáról a számlap? Akkor nézzük tovább a feliratok alapján. Ugye a Sertina logó 1888 a Sertina alapításának az éve. Ez egy elég termékeny év volt egyébként, ez 1880-as évek, hiszen a legnagyobb japán gyártótól, seiko kezdve a Römer is valamikor ez időtájt indult el, Szertina is, szóval itt volt egy ilyen kis boom, valószínűleg így a világban a, a óragyártás terén, hála jó Istennek, mert így most élvezhetjük ennek a gyümölcsét minden irányból, legyen a Svájc, legyen Japán. Aztán látunk titánium feliratot rajta, ugye titánból készül a tok és a, a fémszíje csat, Látjuk a Powermatic 80 feliratot, ez a sok vitát generáló és kiváltó Powermatic 80, Ugye a, a műanyaggátszerkezet nem műanyaggátszerkezet, hanem biokerámia, de nem is az, hanem egyébként ebben a, a modellben, legalábbis talán egy fratelos cikknél olvastam, hogy ebben már 8611 es jelzésű Powermatic 80 kaliber van, amiben már fémből készül a gátszerkezet. Egyébként ehhez csak egy hozzáfűzni való, én ugye nem vagyok órás, és nem vagyok óraipari szakember sem, műszaki szakember semmiképpen, de mégis azt kell mondjam, hogy attól, hogy valami műanyagból készül, az egyetlen nem jelenti azt, hogy az gyorsabban fog kopni, mint ha fényből készülne, jó eséllyel. Ha mégis, akkor viszont amit biztosan jelent, hogy lényegesen olcsóbban előállítható, lényegesen olcsóbban cserélhető. Szóval nem feltétlenül biztos, hogy ez baj, azért gondoljunk bele abba, hogy a svájci óragyártás hol tart, ha ők, ők Műanyagból készítenek el egy alkatrészt, ráadásul egy, egy olyan alkatrészt, ami azért folyamatos állandó terhelésnek van kitéve, amikor jár az óra. Annak biztosan van oka. Így vagy úgy, ez nem biztos, hogy az órunkra kötik, hogy miért így van, de így van. Jelentkezzen az, aki, aki tud arról, hogy ez rendszeres problémákat okozott volna. Azon kívül, hogy hogy sokan elvárják azt, hogy hogy ne legyen műanyag a gát szerkezet, ne legyen egy. 200 ezer forint alatti órában már csak zafír kristály, mert ugye hát a kínaiak meg tudják csinálni, akkor japánok mondjuk miért nem. Szóval ezeket lehet, hogy el kellene engedni, és azt kellene mondani, hogy ha én szeretnék egy szeltenet, hát szeretnék egy egy 80 kaliberre készült órát, mindegy szeltenet vagy bármilyen, akkor azt el kell fogadnom, hogy oké, okay, hát abban van uh, olyan, amikor műanyagból van mondjuk a, a gátszerkezet, vagy abban egy fogaskerék, ha ezt el tudod fogadni, oké, ha nem, akkor lép tovább és keresse olyat, amiben nincsen, fogsz találni őt is, de megkérdőjelezni laikusként egy svájci óragyártó vagy szerkezet gyártó, mint az ETA eh, hozzáértését, szaktudását, vagy, vagy egyáltalán azt, hogy miért eh, úgy készítettek el valamit, én szerintem nem biztos, hogy jó eh, ötlet illetve még a, a divers vagy 300 méter az, ami olvasható a feliratok között, és legaló pedig a sokak által annyira vágyott és keresett Swiss made felirat. Ugye nekem, hogyha Made in Japan lenne, ott az lenne baj, ezzel a minőséggel és ezzel a kidolgozással már akár Japánban is készülhetett volna ez az óra. Itt a közben, hogy mozgatom, még egy dolog tűnhet fel, ugye ez maga a lunetta betét, ami szép fényes, Ugye ez a kerámia egy olyan anyag, amit 900 fokon égetnek ki, ennek megfelelően rendkívül kemény felülete, rendkívül karcáló, ugyanakkor szép fényes, és úgy összességében mégiscsak azt lehet mondani, hogy két nemes anyagnak a felhasználásával készült ugye az óra legalább. Az egyik a titán, a másik pedig a kerámia. Azért ez mégiscsak egy, egy minőségi szint az óráknál. Menjünk tovább, ami nekem rendkívül szimpatikus, az ez a korona. Én nem szeretem azokat a koronákat, amik ilyen picik és ilyen kis apró rovatkák vannak rajtuk, és nem lehet megfogni rendesen. Na, ez nem ilyen. Ez egy szép, nagy méretes korona. Egyébként a DS logóval azt megpróbálom én megmutatni. Szóval a DS logó van benne, és egyébként meg lehet fogni normálisan, mivel ilyen szép nagy rovatkái vannak, és úgy, hogy összességében is egy kicsit robosztusabb lesz, és kicsit jobban illik a az órához, mint a, ezek a kis vékony picike e, roádkákkal, vagy, vagy barázdákkal ellátott e, kisebb koronák. Tehát ez az a korona méret, meg ez az a korona kialakítás, ami szerintem egy búvárórához valójában illik. Ugye a koronavédők azok szintén szükség is lehet rá. írózta mellett azért nehéz leütni a koronát egy óráról, búvárkodás közben azért könnyebb. Úgyhogy ez klasszikusan így alakult a búváróráknál, hogy ez is hozzátartozik ehhez a, a az úgymond robosztus feelinghez, hogy az ott olyan legyen. A Titánnak a felülete az mindenhol szépen kidolgozott, szálcsiszolt legtöbb helyen, ugye akár nézzük a, a szíjat, a fémszíjat, akár nézzük a csatot, akár nézzük a tokot. Gyakorlatilag szinte mindenhol szálcsiszolt felületekkel találkozunk. Egyedül itt az előbb, ahogy mutattam, itt fedeztem fel a csatnak a, ezen az oldalsó letörésén, ami tükörpolír. És ez egyébként rendkívül jól áll így ennek a mattos, jellegzetes titán színű csatnak, hogy ez a része az ugye ettől a szálcsiszolástól is lesz ilyen jellegzetes színű. Itt pedig szép fényes. Máshol az órán egyébként akárhogy néztem, hát nyilván a hátulján igen, tehát ott azt mutatom is, szóval a hátulján ott nyilván tükörpolír ez is egy szokás, úgymond az óráknál. Nem tudom, hogy van-e technikai oka, szerintem nincs. Csak egyszerűen ez így alakult, hogy azok ott tükörpolírból, tükörpolírral lesznek ellátva. És máshol egyébként így nem véltem felfedezni rajta a magán a tokon ilyen tükörpolír elemeket. A lünettán ott az tükörpolír a felülete, de azért élek egy Anuperel, hogy az nem titánból készült, ugye színesen olyan, az inkább sima acélnak tűnik. És akkor ha már megfordítottam az órát, akkor nézzük is, DS Action, hú, hogy hívják ezt az állatot? DS Action teknős, a hátuljában egy szép logóval, és az egyéb feliratok, ugye, itt rögtön föl van tüntetve az is, hogy izo 25 nek megfelel maga, a, egyébként a a a DS Action név is föl tüntetve van rajta. Ez érdekes módon, azért sok óránál nem jellemző, hogy az órának a sorozatnak a nevét is belegravírozzák a hátlapba. Ugye a divers vagy 300 méter a teknősnek a, a páncélján keresztbe, és még egyéb ilyen kis Swiss Automatic és egy rakás olyan titán zafír, ezek amik még olvashatók rajta. És ugye tömör a hátlap, hiszen azért divers 300 méter vízelóság eléréséhez már valószínűleg muszáj a tömör hátlapot megcsinálni. Ami még érdekessége az órának, szépsége, jósága, az ugye, hát a csat, ezben most így már nem megyek bele, ez egy tömörfém és nem lemezből készült nyilván, hiszen Svájcban járunk. A, ami viszont sokkal érdekesebb, az a, a Sertina hosszabbítónak írja ezt a megoldást, de mivel ez, ha megszámoltam, talán 8 fokozatban lehet állítani, ezért, ezért használható ilyen mikroállításként is, ugye napközben változik az embernek a csuklómérete, jellemző reggel nagyobb, este kisebb, úgyhogy akár lehet reggel egy nagyobbal kezdeni, és amikor már érzed egy picit lötyögne, akkor csak összenyomod. Tökéletesen tart egyébként, egyetlen mozdulattal lehet bárhova állítani, vagy végig is lehet kattintatni. Szóval ez egy nagyon jó megoldás, egy nagyon elegáns megoldás, nagyon könnyen használható megoldás, és egy használható megoldás akár a búváruhához is, ha esetleg mégis oda vennéd fel, vagy akár csak egyszerűen a napközbeni változáshoz is, hogyha mégis oda vennéd fel. Egyébként rendkívül pontosan lehet beállítani csuklóra az órát, ugyanis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab félszem van benne, ez több a soknál szerintem, hogyha négy lenne és bőségesen elegendő lenne, de szerintem úgy gondolta, hogy akkor már nem állnának meg négynél, hanem legyen akkor nyolc a félszem. Innentől kezdve senki nem szólt egy szót se, aki ezzel nem tudja ezzel, és ezzel a állítással nem tudja beállítani a csuklójára, ott már valószínű, hogy egy extrém méretű csukló lesz, akár pozitív, akár negatív irányban. Szóval így néz ki a Certain Action Diver. Ezt tudja a Certain Action Diver 43 mm titán változata. Engem meggyőzött, hazajára az ilyen 500 ezer forint környékén ma most pontos árat nem tudok mondani, de nagyjából ebbe az árba kell elképzelni, drágább, mint az acélváltozat, drágább, mint a 38 mm változat, tehát lehet mondani, hogy ez a legdrágább változat már ebből az órából, az összes többi az, az ez alatt van árban. Én azt mondom, hogy azért kiindulva a, az a átlagos minőségi búváróra színvonalból ebben a, a középkategória, felső középkategóriában azért szerintem ezen az áron, vagy ezen az árszínvonalon ez az egész vonal, ami ugye nem egy új vonal, nem egy új modell, de, de tényleg egy ilyen nagyon klasszikus és, és nagyon mindegy, hogy ezt 2020-ba vetted, 2028-ba vetted, 2012 ben vetted, ez az óra, ez így nézett ki, ez a stílus ez így fog kinézni még 50 év múlva is, és annak viszont ez egy nagyon jó minőségű képviselője. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, érkezem hamarosan újabbakkal, iratkozz fel a YouTube csatornára, kérd az értesítéseket, hogyha TikTokon látod ezt a videót, iratkozz fel ott is, illetve kövess be, vagy ha esetleg látsz egy reels Instagramon, vagy bárhol, ahol jelen vagyunk, akkor nyugodtan kövessél -e be, és érkezem még hasonló videókkal. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok! Ha tetszett a videó, ne felejts el feliratkozni most!